Fourier-sorokról szeretnék beszélni. Elsősorban valós Fourier-sorra, és utána úgy átérve komplex alapra. Fourier-sorokat alapvetően arra használjuk, hogy trigonometrikus függvények összegesítségével hozzunk létre, vagy közelítsünk meg egy periodikus függvényt. Ezt főként rádiófrekvenciás hullámok esetében, illetve váltakozó árammal kapcsolatos egyenletek differenciál egyenleténél szokták alkalmazni. És a Fourier-sor az nagy tartományban közelít jól, és szemben a Taylor-sorra itt szakaszosan folytonos függvények esetében is jól tud közelíteni. Vegyünk egy nulla, illetve egy pi tartományon értelmezett f függvény. Ebben az esetben a Fourier-sora az úgy áll elő, áll elő, ahol az AK, illetve a BK az a Fourier együtthatókat jelenti, és gyakorlatilag ezeket úgy tudjuk kiszámolni, illetve az A nullat, hogy egy tehát az A nullat ebben a alakban lehet kiszámolni. De akkor ezt a kisebb, az nem a 0p, hanem a 0k-ként. Jó, hát itt a fő, de 0p-t mondott. Ezért nem... Igen, igen. Igen, 0k-ként, periódikus. Akkor már csak 0k-ként van értelmezve ennek. És az fx-nek ez... Az x van ott. Jó, ez a értelmesi tartománya lenne? Vagy? Tehát akkor a függvény nincs is máshol értelmezve, csak a 0-2-jén. Igen. Jó. Nem lehetne két pi szerint periódikus függvényt vegyük? De. Jó, mert akkor? Jó. Oké, rendben van. Az a kát, azt úgy számolj, oké, vagy egy perc. Illetve a B-kát pedig egy perc. Ezt alakban lehet felírni. És gyakorlatilag az Euler formula alkalmazásával a sinus nx, illetve a cosinus nx, esetleg sinus kx, illetve a cosinus kx függvényt úgy lehet felírni.
Azt kapjuk, hogy... és utána felbontva a zárójelet, kapunk egy C0-ás tagot, illetve kihozva a kettes osztót, ugye itt viszont maradt egy is csak, amit a B, I fog, tehát a B M fog megkapni. X harmadban áll, és ezt még tovább lehet egyszerűsíteni. És én azt mondtam, hogy csak a végre majd tégyük fel. Szeretnél nem neki, hogy ezt végig kiszámolva? És a harmonikus társak esetén behelyettesítve a CN AN I B N per 2 összefüggést, a szumma az egyszerűsödni fog, méghozzá olyan módon, hogy szumma k egyenlő most végtelentől végtelenig, c k szorozva i jad i k x szedikán, ahol a c k az egyel, hogy ha egy ketted a n a k minusz i e k van, hogyha a k az olyan nagyobb, mint nulla, ha CK egyenlő 1 ketted a 0, ebben az esetben az K az 0-val egyenlő, míg hogyha 1 ketted a plusz K plusz I plusz K esetén, pedig a K az pedig kisebb, mint 0. És alkalmazva ezen összefüggéseket, megkaphatjuk, ugye kiszámolható a CK értéke, méghozzá oly módon, hogy 1 per 2 pi minusz pi-től pi-ig lett integrálom fx szorozva i ad minusz i k x-en, ahol a k az lehet 0 plusz minusz 1 plusz minusz 2 és itt tovább. Hát itt azért ezek a jó. Szóval jó gondolatot, hogy igen, úgy legyen le, hogy igen, hogy néz ki. És
András ott a végén, nem tudom honnan látta, Index beváltsa. Igen, minusz kája, és az van a minusz kája, most ott ezt teljesen nem nagyon látom, vagyis az AK-nál miért nincsen minusz kája, vagy konkrétok ez. Ja. Hát én úgy tudom, hogy az, hát igen, itt használtam volna az M betűt, ugye még ott természetes számot, tehát és itt használni egy K betűt, ez a legkevesebb alapvetően. Tehát ugye megvan az AM-en, meg megvan a BM-en, akkor a mínuszos indexek esetén ugye az AM az ugyanaz, mint az A-M, és akkor komplex lények a mínusz egyszeresen ugye emlékszem. De, ja, tehát ott ilyen szempontból az nem teljesen tetszik nekem, de jó, oké, rendben van, hát így emlékszik arra. Az nem is tényben maradjunk helyében. Oké. Okay. És miért minusz küld a B-ében? C-ben. Tehát ugye nulla képi van minden hátfölében. Most akár tagok esetében bejönnek a negatív. Hogy az integrálás, amiket az X-nek máshova esnie, hogy a K az ott van. De hogy csak már kezd is tudnak képére? Tehát nem tudom, hogy... Hát mert azt mondta, hogy a függvénye nulla képén van értelmezve. Nem tudom, világos? Igen. Tehát nem akarta elfogadni azt, hogy egy periodikus képű szerint. Nem, hogyha az lenne, akkor jó lenne a mínusz képű is. Nem tudom, világos. Ennek a függvény ott van fölül, nulla és képű között van értelmezve. Jó? Akkor nem lehet integrálni a speed-től, mert nincs is függvényük. Tehát én jobban szeretem a foliósokat, mert legyen a képi szerint periódikus függvény, ami mint az, hogy itt van értelmezve, és akkor kiterjesztem utána a periódikusat. Sok. Alapvetően mindegyik befolyásolja. Mit szeretném még mondani a foliósokról? Tudom, hogy nem ez a tételhez tartozik, de hogy arra emlékszik volna, hogy egy kicsit ide a romossorban. Hogy ott is mínusz végtelentől végtelni kell a szummát venni. Arra emlékszik? Tehát a tégósor az nullától végtelenni, romossorban, hogy meg megint csak mínusz végtelentől végtelni van. Jó, nem emlékszik el. Jó, nagyon sok időn is tehát, nagyon szépen köszönjük, és akkor majd mindjárt megbeszéljük, jó? Köszönjük.